One evening, after a slow day, I was sitting alone at Salieri's and just drinking. Luigi came over to me and asked me if I wouldn't do him a favor. Hey, Tommy. You know my daughter, right? Yeah, Luigi. Nice girl. You must be proud. Thanks, Tommy. She sometimes helps out here behind the bar. Thing is, I don't want her to walk home alone tonight. Only yesterday, some stupid punks gave us some problems. You know, with all that dirty talk and all that. You know, I am worried about the girl. So I thought that maybe you could see her home. It's not far away. You're a gentleman, and you have a lot of respect in this neighborhood. Those punks wouldn't try anything with you around. No problem, Luigi. It'll be a walk in the park. Oh, Tom, you cannot imagine how grateful I am. Damn, I was worried. No one knows who these guys are. Come in for lunch tomorrow, and I'll do something special. Sarah, come over here. Sarah, this is Tommy. He'll take you home and make sure those punks don't bother you anymore. Hello. Hello, thanks a lot. It won't take you long. I don't live very far from here. Let me get my coat and then we can go. Okay, I'll wait for you outside. Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok, srácok, folytatjuk a maffiát, ugye most jön a negyedik rész, és amint látható, Sarah-t kell elkísérnünk haza. It's really nice of you to be doing this. Those clowns were really strange. I was really nervous. No problem. Polly and I'll deal with those troublemakers later. Úgyhogy akkor most szépen sétálgatás, következik meg egy kis beszélgetés. So you also work for Mr. Salieri, don't you? He's a nice man. He's always a lot of fun. Yeah, I work for him sometimes. But we usually ain't laughing and having fun. So what do you actually do? I usually just chauffeur the Don around. Even though he occasionally surprises me. Like when he wanted me to drive in the race. Yeah, I saw that. You drove really well. I was just real lucky. You're so modest. It had to be more than luck to beat those guys. Well, I used to drive a taxi. And the only real racing I've ever done was the night before. There you go. You see, you got talent. You might be right. Anyway, it wasn't too pretty. I don't like being in the spotlight. Okay, srácok, és akkor most jön a kis történés. Ahogy kísérjük haza Sarah-t, és meg kell védenünk. Hey, looky here. Who's the cute pair? There they are. What's up? You were alone last night, darling, and tonight you have a boyfriend. Boys, I think it would be better if you just go away and not make any problems. I think the only one here with a problem is you, Chief. If I were in your shoes, I'd leave right now. You never know what might happen. We'll see, lover boy. Okay, srácok, és most kell nekem a boxer, ami nálam van, és püföljük szét ezeket a szerencsétleneket. Próbálok össze-vissza rohangálni, mert ez így a legkönnyebb, így talán nem annyira fognak tudni eltalálni, hogyha körözök körülöttük. Szerencsére nem tudnak olyan gyorsan utána fordulni, viszont ez már késsel támad rám. Egyébként egy idő után abba hagyják és feladják, viszont ez így nem lesz jó. Az ott nem tudom kicsoda. Oké, ő föladta, azt mondja, hogy föladja, oké. Oké, az is feladta, és már csak ez van. Menj már, engedj már! Ilyenkor nem lehet mit csinálni, az a baj. Az a baj, hogy közben Sarah-t pedig elkapták, és megy le a HP, amit látjátok. Jó, oké. Megyünk gyorsan Sarah-ért. Azok menekül. Nem, hogy valami baja essen, mert már így is már csak 70 a HP-ja. Nekem meg 69. Jó, Sarah-t megmentettük, most már az ő HP-ja nem fog lejjebb menni. Ah, ezek baseball ütővel jön. Nem baj, mindjárt meg lesz ez, srácok, mindjárt meg lesz ez. Azt mondja, miért nem segít senki, hát én ki vagyok, basszus. Jó, ez is feladta. Na jó van, szia Sarah. Oh, thank you. If you hadn't been there, I don't know what would have happened. That's okay, Sarah. Anytime. I was really scared, Tom. Are you okay? Come on, we're almost home. I'll take a look at you there. Okay, hát akkor menjünk Sarah-val. Most hát tényleg csak haza kell kísérni, de szerencsére ezeket a utonállókat, úgymond, gangstereket megfélemlítettük. Úgyhogy ezektől már nem kell tartani, és most már tényleg csak annyi a dolgom, hogy hazaérjünk Sarah-val. No, that
kill us all! Na, hölgye ki az elsőség. Az meg ott még mindig menekül. De legalább Moore se tanítottam őket, legalábbis egy időre biztosan. El kell volna venni tőle a baseball ütőt. Na, akkor társalgás következik ismét. Vagy nem, de mindjárt. I live alone right next door to Pop. My mother left us not long after I was born. So, you work with Paulie too? He's really funny. Yeah, he's real funny. I always say that he could have been an actor. Sometimes he acts real strange. It's really creepy. I don't know how a person can change mood so suddenly. He must have been through a lot in his life. Yeah, he's been around the block a few times. He grew up on the streets and everything rubbed off on him. Maybe that's why he behaves kind of rough to strangers. He's real grateful to Don Salieri. Who knows what would have happened if he hadn't taken him under his wing. Yeah, Mr. Salieri even helped out my dad a lot. He's almost like a grandfather to me. Yeah, Don Salieri's a good guy. Hát eddig tartott a kis társalgás, de nem is gond, mert most már lassan hazaérünk tényleg, mármint oda, ahol Sara lakik. És legalább elkönyvelhetjük, hogy megint tettünk valami jót, illetve hát most végre tettünk valami jót, mert ugye mafiózok vagyunk. Mafiózóként azért ez nem olyan gyakori. De legalább most megmentettük ezt a kis csajt. Úgyhogy Luigi elégedett lehet velünk, mert jó munkát végeztünk. Ugyanis itt lakik Sara. Na? Úgy ajtó kinyílik, és akkor menjünk be szépen. Erre kicsukom magam. Ja. Á, jó, nem érdekes. So, this is my kingdom. Come in and take a load off. I'll have a look at your wounds. This is quite a kingdom. Roll up your sleeves, sir. Help is at hand. Well, let's have a look. Doesn't look too serious. Yeah, that's true. They looked a lot worse than they are. Hold on a second. I'll clean it. There you go. It didn't even hurt. Thank you. It's me who should be thanking you. Would you care for a drink, Tom? Well, I could use a little whiskey, if you got it. Sure thing. This evening's getting interesting. Here you go, hero. So, do you swing? What? Do you like dancing, music? I have a gramophone. Yeah, I like music. Are Salieri's men tough with everyone? Well, we try to be gentle with people sometimes. Some of you, maybe. But only a few. And are you one of Salieri's tough guys? Only sometimes. Well, I think you're a very good bad man. Oh, sometimes I'm even a very bad good man. Sara was an angel. I had a lot of girls before that, but that was something different. Very different. It was clear to me that if I was going to spend the rest of my life with someone, it would be with her.
very next day, I told Salieri what happened with the punks. The gang of hoodlums had set up residence in his territory, causing trouble and scaring good people. Don Salieri was not pleased. What? In my territory? The nerve. And on top of that, they attacked defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. Why the hell didn't Luigi say something? We could have taken care of this immediately. I won't stand for those chicken shits attacking people in my territory. Who do they think they are? They pay me for protection, so we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Do those bastards think this is freaking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Paulie, Paulie, take it easy. Nobody's killing anybody, get it? I want you to teach them a lesson. Break every bone in their bodies and leave them laying in a pool of their own blood. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. We'll need to find out where they're located. Big Biff might know something. He's always standing around in Chinatown. Go find him and ask him. No problem, boss. Na, srácok, megtörtént a nagy lamúr, ugye Sarah és Tom között, és akkor most viszont van feladatunk. El kell menni Vincenzóhoz, és fegyvert kell tőle kérni, hogy elintézzük ezeket a gazfickókat egyszer és mindenkor a Pólival. Ugye már úgy, hogy szépen rohanunk Vincenzóhoz. Aki ugye már itt van fönt, a kis műhelyében. Úgyhogy akkor, hello! Szevasz! Saluti, boys! So, what'll it be today? We gotta give a few clowns a good beating, Vinny. The best bet would be these superb bats. This one here is autographed by one of the MVPs of the league. Wow, I can't believe it. Is this really his? Well, to tell you the truth, it ain't. But if you're smashing someone in the face with it, they certainly won't question you. We'll need some heaters, too. You never know. My words exactly. I've got these Colt 1911s. Great automatics. Thanks, Vinny. Oké, fegyver akkor a kézbe, baseball ütő szintén eltéve, viszont ezt eltesszük a öltönyönbe. Majd becsukjuk azért. És akkor szépen beszállunk a kocsiba, és elmegyünk Chinatownba. Hol a kocsim? Ott a kocsi. Ezzel a kocsival megyünk. Ha már megszereztük, ugyebár, az előző résznek a végén. Na, Polikán, beszállsz még ma? Jó, és akkor most, srácok, kivételesen, legalábbis ebben a részben a térkép alatt lesz a facecamó, amit látjátok, mert valaki kérte, hogy szeretné látni a térképet, úgyhogy most teszt jelleggel oda tettem a térkép alá. Nem tudom, mennyire lesz zavaró, ha igen, akkor majd írjátok, hát nem tudom. Szerintem nem a legjobb ötlet, de mindegy, legyen. Na, de már itt is vagyunk a városban, úgyhogy keresd meg Wiffet Chinatownban, és kérdezd meg, hogy hol találhatóak a huligánok. Jó. Hát akkor most már lehet látni a térképet, srácok, a zöld pöttyök mutatják a civil járműveket, a kék az a rendőrség, a piros az, ami üldöz bennünket, a fehérek ugye mi vagyunk középen, nagyjából ugye ennyi a térkép ismeretéről, ennyi bőven elég, ennyi szó. Úgyhogy ott van egyébként, nincs is nagyon túlságosan messze. Főleg ez a gyors autóval elég gyorsan oda fogunk érni. És egyébként azért is jó az autó, mert erős. Például ilyen emelkedőkön szépen kényelmesen fel tud menni minden probléma nélkül. Ha ott a rendőrség, az a kék pötty, amit látjátok. Úgyhogy menjünk ésszel. Jó, lekanyarodik. Teljesen jó. Itt viszont átvágom. Nem megyek az úton, fölösleges, minek. És akkor a következő kereszteződésben le kell fordulni, méghozzá egészen pontosan itt. És megérkeztünk Chinatownba, srácok! Ez itt már a kínai negyed, magyarul, és ott van Biff, itt a téren. Úgyhogy szépen oda megyünk és beszélgetünk vele.
Ott is van Biff. Szevasz, Biff. Hello. Na. Tökéletes. Hát akkor, szevasz. Howdy, partners. How's tricks? Hey there, you fat bastard. We need a little piece of information. What's going on? A gang of jokers have set themselves up in our territory, and they're giving people a bad time. They messed with Luigi's daughter, and if it wasn't for Tom here, who knows what they would have done to her. We need to know where they meet, so we can deliver them a message from Don Salieri. You came to the right place, Paulie. I know what's going on. A few people have already had problems with them, and they told me meet at the old service station near the Terranova Bridge. It's a little ways from here. You can get there through a sort of side door across the yard. Send them my regards, Paulie. Thanks, Biff. I owe you one. We gotta go. Sure. Take it easy, boys. Oké, na akkor megyünk, srácok, hajts a régi szerviz állomáshoz, itt van tök közel, ahogy Biff is mondta. De Biff, te menj arrébb, mert el foglak ütni. Nem megy arrébb, kényelmesen sétálgat. Kis lámpionok alatt elsuhanunk, szépen. És akkor itt balra, ott van a cél, egyébként látszik a térképen, a piros X-el jelölve. És tényleg tök közel van, és most végre igazi jó kis lövöldözésbe fogunk csöppenni, ha is spoilerezhetek egy picikét. Oké, és akkor itt erre jobbra. Ja, és itt szépen leparkolunk, meg is érkeztünk. I think this is the place. Úgy van. Ezt szépen berúgjuk. És irány. Na viszont várjunk. Kellnek meg olyan baseball ütő. Yes man? Yes man. Hey pal. Don Salieri sends his regards. Go ahead. I'd really love to hear it. És akkor tanítsd meg kesztyűbe dudálni a fattyúkat, srácok. Na és akkor a következő módszer van, nem az, hogy beállunk az ütésbe, hanem a hátajuk mögé jövünk és egy izmos ütéssel leütjük. Mert akkor így egyetlen ütésről lehet őket ütni. Ez egy jó taktika, csak sajnos nem mindig válik be, amikor nem lehet mögéjük kerülni. Aha, majd most. Oké, egy mínusz. Segíts már, Póli, hát rágjalak meg. Engedjetek! Ajaj, Pólit nagyon támadják, srácok, és én is nagyon szarul állok. Az igazság. Ez az, Póli, segíts, köszi. Oké, egy mínusz, már csak ez van. Már nem kell neki sok, küssed már, Póli, végre. Oké, hát 84 HP-ja van, nekem 65, 63, bocsánat. Mindegy, elég lesz ez. Legalábbis nagyon remélem. Hello! You showed up. Finally someone's dealing with those bastards. The cops didn't lift a finger because one of those punks is supposed to be the son of someone down at City Hall. Okay, na akkor menjünk tovább szépen, Póli. Avé. És akkor szépen erre rohangálunk tovább. Itt lepottyanunk, oké. Oké, most már lehet pisztolyt használni, srácok. Úgyhogy kold elő. Kinyírtam. Ott jön még valaki. Ajaj, kifogytam, tárazunk. Oké, hol vagy? Francba. Oké. Oké, eddig még nem találtak el szerencsére. Eléggé hordoz a fegyben, gyűjtsük össze, amiket itt találunk. Igen, van egy magnum. Kés, igen. Itt is van egy fegyver. Ez egy Cold Detective Special. Full átutatása. Hát nincs nála más semmi. Egyébként lehet tőlük gránátot is fölvenni. Hogyha olyan a küldetés, viszont szakad az eső, srácok. Tök hangulatos egyébként. Na melyiket használjuk? Legyen ez, ebben a legtöbb töltény. Viszont eldobtam a baseball ütőt. És ott a következő delikvens. Hello.
Na dugd ki fejed! Dugd ki fejed! Ajjajajajajaj! Úgy eltalált, srácok, nagyon eltalált. Póli! Hát menj már előlem! Na végre. 36 HP-ja maradt Pólinak, srácok, az nagyon kevés. Jó, tárasz be! Oké, és itt még lesznek, óvatosan. Hú, srácok, te eltalált! Hol a pisztoly? Itt a pisztoly. Oké, még egy kis lőszer. Ott van. Gyerünk! Oké, és ott van még egy. Hát akkor ott oszlopok. Na? Gyerünk már! Oké, megvan, srácok, tökéletes. Hát én fölveszem ezeket a fegyvereket még. What are you trying to pull here? I'm trying to kick your ass out of this part of town. These guys are mafia, Johnny. Let's hit the road. Oh, shit. Quick, get to the car. We gotta get him. Okay. Akkor irányba a kocsiba, srácok, és aztán menjünk. Gyere, Póli. Shit, somebody better come with me. Oké, akkor autós üldözés következik, srácok. A célpont ott van szintén a térképen, ugye piros X. Úgy, ahogy kell, itt elsített egy zsaru. Fel se tűnik neki, hogy lövöldözünk, vagy nem tudom. És akkor kapjuk el. Gyerünk, ez az. Go and nail him! You can't feel sorry for these animals. They shoot you in the back the first opportunity you get. I thought about what my mother or Sarah would do if they saw me there. This one's finished. One less to worry about. Why are you standing there with that look on your face? Remember? Those guys wanted to do your girl yesterday. You better get used to it. I got used to it.